Tata városában a gyermek étkeztetés az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik, és akkor, amikor az iskolák átkerültek állami fenntartásba, akkor maradt az étkeztetés önkormányzati feladatkörben. Meg is kezdtük azokat a felújítási munkákat, amelyeket fontosnak tartottunk, így megújult a Jászmin, a Fazekas és a Vaszari iskolának a tálaló konyhája is, ahol kellett az ebédlőt is megújítottuk, és a Kőkúti iskolában pedig egy vadonatúj konyhát építettünk a gyermekek étkeztetésének infrastruktúrális hátterét, hogy biztosítani tudjuk. Tata városa közel 100 millió forintot ad évente a gyermek étkeztetéshez, és körülbelül ennek dupláját adja a magyar állam, és a harmadik láb pedig az, amit a kedves szülők befizetéseiből tudunk hozzátenni. A rezsi részét az önkormányzat állja ilyen értelemben. Tulajdonképpen a szülők pedig úgynevezett nyersanyag normát fizetnek, és ebből épül föl az az étkeztetés, amelyben az a célunk, hogy a gyermekek a lehető legkorszerűbben, de a lehető legjobb ízekkel és mennyiséggel tudjanak étkezni. Az infrastruktúra tehát megvan, a háttér biztosított, a lényeg az, hogy a gyerekeink egészséges fejlődéséhez szükséges finom ételeket folyamatosan tudjuk produkálni a vállalkozó cégekkel, akik ebben a munkában a társaink. Köszönöm szépen nagyon a szülők türelmét, véleményét, javaslatait, a jövőben is várjuk. Itt vagyunk a Vaszari János Általános Iskola megújult étkezőjében, és nagy örömmel jelenthetjük be, hogy immár korábbi megközelítőleg 70 helyett egyszerre, mint egy 130 gyermek tud itt egy időben étkezni, reggeliét, ebédjét elfogyasztani. Ez nagyon fontos volt az iskola számára, hiszen így sokkal kevésbé zavarja az órákat, rugalmasabban megoldható a gyermekek étkeztetése. Ennek a konyhának a megújulása tulajdonképpen abba a projektbe illeszkedett be, ami a Kőkuti Általános Iskola főzőkonyhájának a létesítésével, illetve három másik tatai általános iskola tálalókonyhájának a megújításával függött össze. A projekt összességében 230 millió forintból valósult meg, részben Európai Uniós, részben önkormányzati támogatásból. Ennek keretében itt mintegy 40 eszközt szereztünk be, és ezen kívül az önkormányzat saját forrásból támogatta a tervezés költségeit, illetve a hátam mögött látható bútorok, asztalok és székek beszerzését. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik támogatták a munkánkat, és a szülőknek természetesen, tanároknak, pedagógusoknak, diákoknak a türelmet. Köszönöm a tankerületnek, hogy az egész épület felújításával együtt megvalósulhatott ennek a konyhának, illetve az étkezőnek a kibővítése. Köszönöm a Városgazda, illetve a Városkapu ZRT munkatársainak, hogy az átmeneti időszakban, amíg a diákok nem használhatták ezt az épületet, addig biztosították számukra az étkezés helyszíneit is. Az Alma volt tulajdonosainak, hogy itt az épület szomszédságában biztosítottak erre módot, és persze Bencsik János országgyűlési képviselő úrnak, aki a többletforrások, kormányzati támogatások megszerzésében nyújtott számunkra jelentős segítséget.